Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Hargita magazin című műsorunkat látják, én Németh Zsuzsa vagyok. Mai műsorunk fő témája a csíkkozmási Sószékfürdőn tartott kihelyezett megyei tanácsülés, de szó lesz még a Gyergyószentmiklósi Ökölvívó Sportklub alapkőletételéről, és madártávlatból is megmutatjuk Önöknek az 1000 éves határt. Maradjanak velünk! A csíkkozmási Sószékfürdőn tartotta havi ülését Hargita megye tanácsa, ahol több a turizmus fejlesztését érintő döntést fogadtak el. Csaknem 40 ezer lejt szavaztak meg csíkkozmásnak a Sószékfürdő és Nyírfürdő hagyományos fürdőhelyek felújítására, valamint a helyi önkéntes tűzoltók felszerelésére. 100 ezer lejt Zetelaka számára az Ivói Gyepes-Pataka utca felújítására, további 100 ezer lejt Nagygalambfalvának a kultúrotthon felújítására, valamint újabb 200 ezer lejjel segítik a Borszéki Wellness és Kezelőközpont befejezését, döntöttek a kihelyezett tanácsülés keretén belül. Jó látni, hogy egy jó hangulatú tanácsülést tudtunk itt tartani csíkkozmáson, habár a vírusnak a szabályai korlátozzák a tevékenységünket, de hiszük azt, hogy a demokráciát akkor is kell gyakorolni, amikor baj van, és a kizárólagos online gyűlések tartása mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy az emberek találkozzanak, egymás szemébe tudjunk nézni, és tudjunk döntéseket hozni a megye fejlődése érdekében. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a megye továbbra is szolidáris Borszék tekintetében, a Wellness és Fürdőközpont ügyében, jó volt ezt ma látni, szolidárisak Kozmással, illetve hát döntést tudtunk hozni Galambfalva, Zetelaka tekintetében is. Folytatódik a járdaprogram, Alfaluban, és homoródi villákat szeretnénk újjáépíteni. Azon kívül EU-s pénzekhez, tagdíjakhoz, olyan fejlesztésekhez járultunk hozzá, amely a megye fejlődését tudja szolgálni. Elfogadták a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház helikopter leszállójának terveit. A beruházás fontosságát indokolja a kórház regionális klinikai besorolása is, amelyet akár idén megkaphat a Hargita megyei egészségügyi intézmény. 3 EU-s pályázat dokumentációjának pontosításáról döntöttek továbbá, amelyek a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, valamint az Oklandi Inkluzív Oktatási Központ pályázatait érinti. A továbbiakban Szántó László csíkkozmás polgármestere a község természeti értékeire hívta fel a testület tagjainak a figyelmét. Meg szerettük volna mutatni, hogy a községünk nagyon sok természeti értékkel rendelkezik. Ezeknek a természeti értékeknek a kihasználtsága, illetve a hasznosítása sajnos elég kezdetleges állapotban van. A Sószékfürdőről beszélve, a Nyírfürdőről beszélve, illetve a Szent Anatóról beszélve, a Mós tőzegláppal együtt, egy kincses bánya lehetne a község számára, egy kincses bánya lehetne a közösség, a megye, a régió számára, és azok a fejlesztések, amik meg kellene valósuljanak, hogy tényleg használhatóvá tudjuk tenni, a nagy közösség számára elérhetővé tudjuk tenni, sajnos nem valósultak meg, nem volt anyagi fedezet, nem volt anyagi keret, és fel szerettük volna írni a figyelmet, hogy igazából ezek az igazi értékeink, a természeti közelség, a természetben való kikapcsolódás, a természetben való feltöltődés, és ezáltal úgy gondolom, hogy a közösségeink tudnak profitálni, fejlődni. A tanácsülést megelőzően Bodó Dávidot, a község egykori polgármesterét, a helyi önkormányzat Csíkkozmás község díjával, Hargita megye tanácsa pedig Bethlen Gábor díjjal tüntette ki, elismerve kiemelkedő közéleti munkásságát. Bece István, csíktérségi megyei tanácsos méltatásában kiemelte, Bodó Dávid úttörője volt a mezőgazdasági korszerűsítésnek. Jó gazda módjára vigyázta a nyergestetőn magasodó emlékművet, környékét és a spontán módon gyarapodó kopjafa erdőt. Vendégszerető házigazdája volt a március 15-i és az augusztusi megemlékezésekre érkező zarándokoknak is. Jó leső érzés, hogy az embernek a munkáját értékeli egy közösség, és megpróbáltam a falumét mindent megtenni, hogy nagyon állult hanyagolva, de 2-3 év alatt sikerült az évvonalba elővegyük a községet. Tehát én mindenkinek köszönöm a támogatást, úgy a megyei tanácsnak, mind a helyi tanácsosoknak, és maga a közösségnek is, hogy mellém álltak és mindenbe támogattak.
A testület több tagdíj mellett a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség számára is megszavazta a közel 1 millió lejes hozzájárulást a 2020-as évre. Borboly Csaba, a Hargita megye tanácsának elnöke szerint ezzel megelőlegezték a bizalmat, tekintve, hogy az elkövetkező évek prioritása az EU-s források lehívása lesz a Hargita megyei fejlesztésekre. 1600 négyzetméter alapterületű, 1,1 millió euró értékű, 800 férőhelyes ökölvívó sportközpont létesül Gyergyószentmiklóson. A műjégpálya megépítése óta ez lesz a legnagyobb mértékű gyergyószéki sportberuházás. Gyergyószentmiklós Szárhegy felüli kijáratánál elkezdődött az építkezés. Itt készül az erdélyi Godakó ökölvívó sportközpont. A műjégpálya megépítése óta a legnagyobb mértékű gyergyószéki sportberuházás. 1600 négyzetméteren 800 férőhellyel fog rendelkezni a modern építmény. Lesz egy versenycsarnok, lesz benne egy edzőterem, lesz benne egy fitnessterem, és a megfelelő kiegészítő termek, amik ahhoz, hogy a sportoló sikeresen és úgy tudjon edzeni, felkészülni versenyekre, hogy minden körülmény meg legyen teremtve, ez az edzőközpont ezt fogja biztosítani számára. A létesítmény alapkövét augusztus 1-én tették le. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, több éves kitartó munkára, kapcsolatépítésre volt szükség. A projekt egyik kiemelt támogatója a magyar kormány és a Magyar Ökölvívó Szövetség volt. Nekem, mint a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökének egyik feladatom, hogy ezt a sportágat népszerűsítsem, és minél több tehetséget vonzunk a sportágba. Ezen, és azon túlmenően, hogy az anyaországban ez egyik feladatom, én úgy értelmezem, egész Kárpát-medencében is ez a feladatom. A Godakó Ökölvívó Sportegyesület 2017 elején indította el a gyerekek toborzását. A 30 tagú csapat napi rendszerességgel edz. Böjte Csaba ferences atya a kezdetektől fogva felkarolta a sportegyesület kezdeményezését. A Szent Ferenc Alapítvány mintegy 80 gyermeke boxol. A valóság az, hogy én, ha jönne jó szakács, vagy zenész, vagy kőműves, vagy asztalos, és mondaná, hogy szeretne a gyerekünkkel foglalkozni, én oda is küldeném a gyerekeket. De sajnos nagyon kevés szakember van, aki felkínálja a kezét, hogy itt vagyok és támogatom, foglalkozok a gyerekeitekkel, és főleg ingyen, ahogy Árpád is tette. Történelmi pillanat volt a szombati alapkőletétel, hangsúlyozta az eseményen Nagy Zoltán polgármester. Mint mondta, ez az épület nem csupán egy újabb nagyszerű sportlétesítménye lesz a városnak, hanem a kezdeményezőknek köszönhetően tehetséggondozó központtá válik. Ezt igyekszik majd támogatni a helyi önkormányzat is. Adminisztratív ügyintézésekben, gyorsított eljárásokkal már segítséggel voltunk, illetve nagyon sok egyeztetésben vállaltunk részt annak érdekében, hogy úgy lehessen összeállítani a szakmai dokumentációt, hogy minél hamarabb el lehessen indítani a beruházást, valamint a város majd hozzá fog kelleni a későbbiekben is tegye a részét annak érdekében, hogy akadálymentes legyen a működés. Sportinfrastruktúra terén az RMDS lobbinak köszönhetően Gyergyó szintet tud lépni az elkövetkezőkben, hangzott el. Az Ökölvívó Sportközpont is Kelemen Hunor szövetségi elnök támogatása révén jött létre. A politikust távollétében Táncos Barna szenátor képviselte. Gyergyószentmiklóson egy olyan bátor csapat állt össze Huszár Árpád vezetésével, aki nagyot mert álmodni, aki nem fél kimondani azt, hogy olimpiára, világversenyekre szeretnének gyerekeket felkészíteni. Az eseményen Sós Zoltán konzul elismerően beszélt Huszár Árpád a közösségért tett törekvéseiről és a kitartó munkájáról. Majd Szellő Imre, sokszoros magyar, európai és világbajnok, illetve olimpiai pontszerző ökölvívó szólt a gyergyói gyerekekhez, akik ezt követően árnyékbox bemutatót tartottak. Az alapkőletétel alkalmával írták alá a kivitelezési szerződést a Szatmárnémeti Tarkonst Kft.-vel. A munkálatok már a mai naptól kezdődően elindultak. Az eseményen fellépett a Salamon Ernő gimnázium kórusa. A beruházás értéke 1,1 millió euró, további 10 millió forintot eszköz és berendezés vásárlásra költenek. A későbbiekben egy 3000 négyzetméteres szabadtéri sportközpont létesítése is tervben van, futópályával, illetve labdarúgópálya méretű edzőfelülettel. Hargita megye tanácsa és 37 helyi önkormányzat összesen több mint 23,1 millió lejt igényelt a kormány sürgősségi alapjából.
Hargita megye tanácsa az igényelt 13,5 millió lejből, csaknem 41 kilométernyi megyei útszakaszt, 4 hidat és 12 átereszt tud majd kijavítani. A júniusi esőzések jelentős kárt okoztak Hargita megye több településén, ezért Hargita megye tanácsa a kormány sürgősségi alapjából igényelt támogatást, összesen 23,1 millió lejt. Borbój Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke szerint ez többek között annak is köszönhető, hogy a megyei tanács és a prefektusi hivatal időben lépett, és fel tudták mérni a károkat. Az utolsó lejig megkaptuk a támogatást, ebből 13,5 millió lej a megyei utakban keletkezett károk és a hidak van keletkezett károknak a helyrehozatalára fordítunk, nekifogtunk ennek a folyamatnak, illetve földcsúszamlásoknak, útelcsúszásoknak, ami az árvíz által lett okozva, és 10 millió lej értékben megkapták a pénzt azok a Hargita megyei települések, akik szakszerűen és időben letették erre az időszakra vonatkozó károkra a támogatás igénylést. Én bízom benne, ennek az összegnek a felhasználása lehetővé teszi újra a biztonságos közlekedést, illetve a megyénk számára az úthálózatnak a rendbetételéhez is hozzá fog ez járulni. Csíkszentmihályt négy oldalról éri az árvíz nagy esőzések alkalmával. A Gyimesek felől, Szépvíz felől, Felcsík felől. Ajnád a legfelső árvízgócpont, ahol 40 cm-es vízszint árad ki a megtelt patak medréből a megyei útra. 2010-ben a vízügy megkezdte ugyan a támfal kiépítését, a munkálatok befejezése azonban elmaradt. Érdekes módon most a hivatalos közlönyben úgy osztották a pénzt, hogy házszámokra felvágták. Például erre az utca szakaszra azt hiszem kaptunk 1100 lejt. Tehát az elég maximum, vagy minimum egy-két kocsi kavicsra, ami az majdnem semmi. Tehát mi megpróbálunk az önkormányzat még mellé tenni egy pici pénzt, hogy valamennyire helyreállítsuk. De ez még nem elég, tehát nekünk a vízügy hatható segítsége kellene, hogy az árvíz problémákat megoldjuk. A megyei tanács segített a gépével árkokat ásni a településen kívül, illetve még ahol volt néhány forró hely, úgymond gócpontot, még ott is segítettek. A patak medrének kiszélesítésére volna szükség ahhoz, hogy az ár ne a lakóházakat rongálja, tudnélik a vízügyi a patak meder és a hozzátartozó rész, így a helyiek nem jogosultak a munkálatok elvégzésére. A mezőgazdasági területek fóliaházakot elárasztott az árvíz, veteményeseket, hidakot megrongált, de erre a kormány nem adott pénzt. A kormány most kimondottan községi útra adott hídakra, ilyen közhídakra, és a kanalizálás rendszerbe, ami bement, ott kaptunk 4000 lejt Vacsárcsiba, és 4000 lejt Ajnádba. Sajnos, mikor nagy eső van, egyre jobban megárad a patak, és megtelnek a pincénk, és mindent mos el, akármivel próbálunk védekezni, jön neki a ház hátának, és mos el. Akár ha ültetünk fákat is, egyikébe elültessük, és másikébe kimossa. És veszélyben van a lakásunk, és kérjük a segítséget, hogy nem anyagi támogatást kérünk, hanem segítséget, hogy tudjuk megakadályozni, hogy ne tegyen nagyobb kárt. Ne veszítsük el a hajlékunkat, sajnos már másfél méter, két méter sincs a ház és a patak medre között. Nagyon hamar felgyűlemlik a víz, már a hegyek között 10 perc alatt lefolyik, és akkor ömlik ki. Csíkszentmihály csak egyike azoknak a településeknek, ahol az esőzések nagymértékű károkat okoznak újra és újra, hiszen többek között Homoródalmás, Kápolnás, Szentegyháza, Csíkmadaras, Madéfalva is élt a kormány által felajánlott támogatási lehetőséggel. Az elmúlt 10 évben fontos zarándok helyé vált a gyimesbükki 1000 éves határ. Évente több tízezren keresik fel pünköstkor a történelmi emlékhelyet, mely számos látnivalót kínál. Az elmúlt években a magyarság fontos zarándok helyévé vált a gyimesbükki 1000 éves határ. A történelmi jelentőségű helyszín több látnivalót kínál felfedezésre az ide látogatónak.
A 30-as vasúti őrház mellett magasodik a Rákóczi vár romja, melyet Deáki András kezdeményezésére elkezdtek renoválni. Az építkezési engedély lejárta miatt azonban abba maradtak a munkálatok. A Rákóczi várat tudomásunk szerint 1626-ban Bethlen Gábor, Erdély nagyfejedelme építette. A romjaiból még némi maradvány van, sajnos a tervem nem sikerült, mert azt szerettem volna, eddigi munkánk a megkoronázása lett volna, hogyha sikerült volna a Rákóczi várat is újjáépíteni. Milyen lehetett a vár? Hogyan kell elképzelni? Nem egy kacsalábon forgó várról van itt szó, hanem egy, a németek blockhouse-ként is emlegették, tehát egy tömb volt, egy tömbben álló épület volt. Menjünk vissza a vár történetébe, hát valamikor itt egy zsindelyes tetőzetű lépcső vezetett fel a várhoz, és nem is hadtörténeti szempontból volt fontos, hanem talán kereskedelmi szempontból? Így van, hadtörténeti szempontból nem volt jelentősége a várnak, hiszen itt egy kereskedelmi pont volt, ahol ugye az 1000 éves határon vagyunk, tehát ez a történelmi Magyarországnak az egyik legkeleti pontja. A monarchia vége itt volt, tehát az osztrák-magyar monarchia idején is itt volt a határ, és itten ugye jöttek, mentek a határon át, és inkább így megfigyelő pont volt, csak történeti szempontból nem volt semmilyen jelentősége. Most is évente pünköskor nagyon sokan érkeznek Gyimesbe, hogy felkeressék ezt a csodálatos helyet. Akik a következő időszakban terveznek kirándulást, említette, hogy turizmussal is foglalkoznak. Kinyitják az őrházat? Igen, lehet látogatni? Van egy fanatikus nyugdíjas vasutasunk, a Willibók Ágaston bátyám, aki egy életen át nagyon sok vasúti relikviát gyűjtött össze, és azoknak egy részét állítottuk itt ki, egy vasúttörténeti múzeumocskát hozva létre. Ő már 85 éven túl van, csak akkor jön le, hogyha erre kimondottan igény van, de akkor lejön és mesél ezekről a vasúttörténeti dolgokról. Különben a fia is nagyon szépen el tudja mondani mindazt, ami érdekelheti az ide látogatókat. Mert hiszen nagyon sok magyarországi magyar van, és nem csak magyarországi, hanem a világ táján, minden táján élő magyar van, él a nosztalgia a történelmi Magyarország határai iránt. Az 1000 éves határ az valami szent dolog a számukra. És Gyimesbükkből zarándok helyet is csináltunk. Ezzel kezdődött az őrház felújításával, de majd később, amikor kimegyünk a kontumáci kápolnához, szólok néhány szót azokról a megvalósításokról, amelyeknek köszönhetően valóban zarándok hely lett Gyimesbükkből. Most menjünk át a szemközti dombaljában található kontumáci kápolnához, a völgy első templomához, melynek építéséhez Mária Terézia királynő is hozzájárult. A történelem is néha megvicceli magát, ugye most a koronavírus miatt voltunk karanténban, de hát annak idején itt is karanténba kellett vonuljanak azok, akik az akkori járványok miatt megfigyelés alá kerültek, de mesélj el, András bácsi, hogy volt ez pontosan? Hát ez úgy volt, hogy itt az egykori karantén épülete volt, ugye az 1700-as években létezett kolera, létezett pest is, az egyik országból a másikba menőt bizonyos ideig megfigyelés alatt tartották, és itt szállásolták el ebben az épületben. Mi konzerváltuk itt is a meglévő romokat, és egy háborús emlékhelyet hoztunk létre azoknak az emlékére, akik az életüket adták a magyar hazáért, akik itt a hegyekben estek el, védve a gyémesi szorost, az 1000 éves határt. Több mint 500 katonának a nevét gyűjtöttük össze, fekete gránit táblákra írtuk fel, irattuk fel ezeket a neveket, és itt ezeken a romos falakon helyeztük el, egy szakrális háborús emlékhelyet hozva ezáltal létre. Thank you.
Megnézhetem azt a kulcsod, András bácsi, de jó. Ez a templomnak a kulcsa. Az előbb nem ezt mondtam, ez minek a kulcsa? Tolvajkulcs. Az előbb mit mondod? Én azt mondtam, hogy a mennyország kulcsa. Most abban a térben vagyunk, ahol a szabadtéri miséket szokták tartani, ugye? Igen. Hát az a helyzet, hogy ebben a kis templomocskában nem fér el az a hatalmas tömeg, akik különösen pünköskor megjelennek itt Gyimesen, és ilyenkor szabadtéri mise van itten. Népviseletbe öltözött, egész Gyimes völgyéből ide érkező csángóság, meg a világ minden tájáról idejövő magyarság itt hallgatja a szentmisét, ki van hangosítva itt minden, olyannyira, hogy egy kilométernyi távolságra is lehet érteni mindazt, ami itt elhangzik. Felállítottuk itt a hegyormon az élet, a hit és a nemzet kapuját, egy kopjafasorral. Olyan kulcsszavakat kerestünk ezekre a kopjafákra, amelyeket meglátásom szerint nem csak nekünk, magyaroknak illene tiszteletben tartani, hanem a világ minden táján élő embernek nemzetiségre való tekintet nélkül. Mert aki itt végig sétál, ilyen szavakat olvashat. Isten, család, nemzet, haza, szülőföld, anyanyelv, hit, vallás, jog, jövő, szabadság, és még sorolhatnám. Ezek a szavak olyan emberi értékeket jelölnek, amelyekből egyikünk sem űzhet gúnyt. Mindegy, hogy az útnak a jobb oldalán vagy a bal oldalán állunk. Nincs jó irány se Magyarországon, se itt Erdélyországon, de az egész világon rossz irányba halad az emberiség. Mert addig, amíg mi magyarok különösen, különböző politikai pártok színeiben utáljuk, gyűlöljük egymást, addig nincs magyar jövő. Kecseti Lófő Lovas Udvar szervezésében Hargita megye tanácsának támogatásával az elmúlt héten lovas tábornak adott helyet Székely Dezs. A táborban a résztvevők többek között betekintést nyerhettek a lovak gondozásába is. Hargita megye tanácsa Hargita megye fejlesztési ügynökségével közösen felismerve a lovas tevékenységek jótékony hatását, a lovaglás pozitív szerepét a nevelésben és az egészségmegőrzésben támogatja a lovas táborokat. Így a megyei tanács legutóbb a Kecseti Lófőlovasudvar Székely Dezsi 5 napos táborát is támogatta, melyen több mint 20 gyermek vett részt. Nagy hangsúly volt a lovazáson, ló alapismeretek, aztán haladóknak különböző edzéstípusok, illetve nagy hangsúlyt fektettünk a kulturális részére, és tehát nem véletlenül vagyunk Dezsbe a vártemplom tövébe. Megismerhetik a gyerekek ezt a részét is Székelyföldünknek, illetve nagyon sokat beszélgettünk egyáltalán a mi hagyományainkról, a lófő hagyományokról, illetve a lovas hagyományokról, ezekről a kulturális vonzatairól. A Lófő Lovas Udvar célja a gyerekekkel megismertetni a lovas kultúrát, a ló és a lovaglás megszerettetése, népszerűsítése, a lovaglás oktatás, a szabadidő hasznos, kellemes eltöltése, biztonságos, gyönyörű környezetben, felügyelet mellett. Kecsetből lovagoltunk át ide Székely Dezsbe, jó hosszú és élményes túra volt. Mindenki nagyon élvezte, tudtunk egymással beszélgetni, ugye rég nem találkoztunk a karantén miatt. Jól esett így az egész túra, meddig átérkeztünk. Nagyon-nagyon jó élményekkel zárult ez a tábor, teli volt nagyon sok tanulással, nagyon sok gyakorlással, sőt még pihenéssel is, kikapcsolódás a lovak hátán, és hát ez ilyen nagyon kikapcsoló élmény. A Lófőlovas Udvar vezetőjének, Demény Elemérnek a gyermekei is részt vettek a táborozáson. Én 4 éves voltam, amikor apukám elvitt egy egynapos túrára, Tordátfalvára, és már azelőtt jóval elkezdtem lovagolni. Így körülbelül nem tudom elmondani, apa azt szoktam mondani, hogy hamarabb tudtam lovagolni, mint járni. A gyermekek jó kedve és kitartása a tábor során minden tevékenységet végig kísért. Ez is azt mutatja, hogy a résztvevők jól érezték magukat, és hasznos volt a Székely Dezsben töltött 5 nap. Ennyi volt már a Hargita magazin, köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten újra jövünk. A viszontlátásra!